Szeretném köszöntöm Önöket. Nem tudom azt mondani, hogy Zoli előadás után, ugyanis elég modern és posztmodern voltál, mert kérdéseket tettél fel. Hát én egy kicsit klasszikus leszek, hozom a nagyon mondta a válaszokat, amiről azt hogy válaszok. Nem tudok válaszokat mondani. A cím már provokatív és sokat mondom a két idéző jelen címben, egy rövid címben. Az óriási szó nem csak kvalitatív és kvantitatív jelzőt jelent számomra, hogy nagyszerű, hanem az, hogy óriási makrokozmosz. Mikrovilágodat pedig a tárgyalatban a mikroszót idézelve tegyem, hogy kicsi, és ne feltétlenül csak a mikrotartomány, hanem annál kisebb tartományra is gondolok rá. A makrokozmosz, a mikrokozmosz, amit gondoltam. Nem sok ilyen esetét háttérdezni, most pont jól kezdtük. Nekik, hogy vajon miért volt-e jó alapjuk, hogy ez a harmonikus
felfogásnak áll az Istennel kapcsolatban, ezt tovább vigyék, hogy átgondolják. Az univerzum inkább egy hasonlít egy nagy gondolathoz, mint sem egy nagy géphez. Ezt a fizikus, antifizikus mondta. És nagyon meglepett, hogy a gondolat szó jött fel, ami tudjuk, hogy nem szubstancia a lényeg, nem anyagi minőségük. Még egyesek mondják, hogy az orvosok ezek, hogy az információ is lehet, hogy nem anyagi természet, hiszen intelligenciát igényel, a karadót adóvevő kapcsolat, szóval érdekes, hogy az anyagot gondolathoz hasonlítja a mindenséget. Köszönöm. A modern fizika néhány Nobel-díjas abból indulni ki, aki ugyancsak nem szégyeltek bizonyos dolgokat elmondani a személyes hitükből lépve, a tudományra néznek. Nem feltétlenül olvasok fel mindent. Látható. Mindegyik Nobel-díjas, mindegyik tetett valamit az asztalra, amikor 12-ben tantárt szemben tanulunk. És talán egyre megállok. A természet terv szerint készül, ugye Heisenberg volt az, aki 1927-ben olyan dolgot mondott ki, ami nem csak tudományosan, hanem a természet filozófiai szempontból is átfúzó 200 év fizikát. Most nagyon kicsit, csak nem ilyen fogalmazom. A determinisztikus fizikának a vége volt 1927-ben, amikor kimondta, hogy a valószínűség és a határozatlanság tétel, hogy erre beszélek, a dominás és megtalálható a kicsi világban, a mikrovilágban, ami persze nem érzékeny. Este idézette Isten mondjuk, de nem hosszígyulató, az arra utal, hogy ő nem igazán értette egyet a legmodernebb fizikai kutatásokkal, ami a részecske fizikában volt. Egyes azt mondja, nem is érdekelte, vagy nem értette. Nem tetszett neki az, hogy nem logikus, nem kiszámítható, nem egyirányban előtt van a tudomány, illetve a jelenségek, hanem egy statisztikus jelenség van. És előbb nem értette egyik karányoságán sem adott. És ezért kimaradt ezekből a kutatásokat. És itt előbb nem az éjszakterületen, de a tudományok területén, tehát a tantárra benne van a kis biológia, tehát tanítják nekünk az interdisziplinát ebben a két évben, mondja a mi tanárunk is. És én azt mondtam, idézök egy percet, itt a sejt csodája, kb. 1978-ban írunk az elektronikus mikroszkóp felfedezése. Az a gondolat volt, hogy ha majd elmegyünk az élő anyag szintjeire, akkor nagyon egyszerűségeket fogunk látni, és kiderül, hogy olyan komplexitással van dolgunk, amit nem is gondoltak volna, hanem csak azt mondom, hogy bankok, szállítók, berendezések, kapuk, ellenőrző rendszerek, akkor elmondtam, csak egy részét abban, hogy a sejtben mennyi minden történik, és hogy milyen csoda maga a sejt, és ugye mi sejtek milliárd millió vagyunk. És elég nem magyaráztuk meg a működésben. A másik érdekes dolog 53-ban felfedezett DNS tartalmat, amiről annyit tudunk, hogy a legnagyobb tárolási kapacitással bír, messze túlhaladja a legnagyobb elképzeléseinket, és erre milyen mutatott a spirál. És tudjuk, hogy ezáltal vagyunk azok, akik van kódolva a fehérje szintézisünk, gyakorlatilag meghatározza a később életünk menetét, mindössze 100%-on mondják ezt a hozzáértők, 33%-on az a genetika, 33%-on a környezet, és 33%-on a nevelés, jól mondom? Ezen sokat vitatkoznak. Igen, tudom, ezt én csak elmondtam, hogy ezt mondjuk. Ez a különböző. Na, itt kifosodottam egy figyelembe, elő is öreg. De most, ha jól tudom, egy bit, azt lehet meg egy karakter? Egy bitet? Vagy körülbelül mennyi kerünk? 8. Jó, elnézést. Ha egy bit, akkor 8 karakter, akkor nézzük meg, hogy hol tartunk az emberi vagy emlékező tehetségek, 10-14-en bit. Az az eredeti szám. Az emberiség lényegben található köztudása már 10-18-an. A tárolókapacitás 1% DNS-ben. Ennek az ezerszerese, az emberi köztudásnak lényegben 1%-ben a DNS. Tehát nem tudom értékelni, mert ez dokument. És ha megyünk tovább, akkor a nem tudatos napi információ áramlás az emberi testben, amiről beszélünk, az ennek is az ezerszerese. És még ez győzze, tovább nem tudjuk a végét. Meglepett az, hogy sokszor beszélünk az anyagról, meg emberekről, meg magunkról, és nem tudjuk ezeket, hogy mi magunk több vagyunk, mint az összvilág tudása magunkban, kényeimben, több tudás lehet akár. Jó, valószínűleg nincs ekkora sűrűsége, hogy ez meg legyen, de mindenki megmondható. Egy kicsit akkor a klasszikus fizika világnézetéről, úgy azt mondtam, hogy állandóság, objektivitás és kvalitásra, amit erről beszéltem. Abszolút térésidővel való fizik, törökkivalóan létezett a világ, változhatatlan a természeti törvények. Ez meghatározta a mindenkori fizikusok életétől 1900-ig. És jött Einstein, és jött, vagy 10-20 fiatal, aki azt mondta, hogy alkosson már egy új világképet, persze, hogy nem tudták, mire fognak, és két nagy átlagot hozott a fizika, 1905 és 1915, speciális, illetve általános relativitás elmélet, erről egy mondatot megmondok, és 1900 és 1930 között
igazából a 20-as, 30-as évek között dolgozták teljesen a részecskék, a kvantumelméletet, a mikro részecskék fizikáját, amiről én nem tudom előtte melyik havat nagyobb kort fel, de annyit tudok, hogy úgy mondtak például Maxwell, hogy a kvantumelmélet sokkal nagyobb változást hozhat, meg hozott a gondolkozásba, csak kevesen értették meg. Most kezdik igazán megérteni, vagy nem érteni, inkább ez a jó szó, hogy mit is hozott ezt be, és mit is jelent a világ szemléletében. Csak egy mondatot arról, hogy elmondanám nekik röviden majd a gyerekeknek, hogy mi az előnye ennek az elméletnek. Ugye egy nagy sebességről van szó, és főleg a világegyetemre vonatkozó kijelentéseket tesz a relativitás elmélet. Egy négy dimenziós térben élünk, amely mint egy háló mellé a nagy tömeg mellé kerül, de a nagy tömeg van mellette. Ugye téridőközület kimondja, hogy az univerzum felrobbant és folyamatosan tágul, de szerintem egyébként van, hogy állítod a kérdések. Az egyenlően színészek nagyon sokszor előfordul filmekben, mert mindenféle genetiken már. Az energia és a tömeg ekvivalens, ugye egy gram energiában, egy gram anyagban annyi energia van, mint 2500 tonna szén elégetéséből származnak. Rengeteg. És ennek látjuk a hatásait atombomba, illetve a atomreaktor, itt pedig a fekete lyukat látjuk, ugyanis az egyik relativitás elméletbeli dolog, hogy bezárul a téridő, és nem is se a fény, se az anyag, és gyakorlatilag az idő is lelassul, hogy megáll az esemény horizonton. Ezekről majd akkor nekünk beszélek, most csak szemelni sem tudom, hogy ezt a kb. 3-4 hetekben nem volt tudom neki bemutatni. És akkor itt nagyon sokat fogok idézni náluk, kvantumfizika. Itt annyit tudunk mondani csak, hogy teljesen más törvények jöttek be. Ha azt mondom, hogy a statisztikusság vagy valószínűségszámítás, akkor ebben azt hiszem, hogy elmondtam azt, hogy a mindenkori Földet kihúzta a természet a maga biztosítósak alól, mert így értették és így értelmezték ezt. Este épp ezért nem akart ezekre a bizonytalan dolgokban hinni, és itt látunk egy olyan képletet, ami ezt igazolja, hogy a delta azt jelenti, hogy változás, hogy itt most fizikában bizonytalanság. Tehát ha egy részecskének ismerem a helyét, akkor nem tudok bizonyos megközelítést. Akkor nem biztos, hogy pontos információ tudok az ő impulzusával a sebességéről. Tehát az egyiknek a pontossága, mert determinálja a másik pontatlansága. És ugye így van az energiának, de erről még egy picit majd beszélünk. Köszönöm. Mi az, hogy kvantum szó, mert nem mindenki kell ezt tudja. Azt jelenti, hogy mennyiség vagy adag. Na most a kvantumfizika annak az újszerűsége az volt, hogy 1900-ban egy Max Planck akkor csinált egy dobozt, fekete dobozt, és csinált rajta egy lyukat. És fényforrást világított ebbe a dobozba. És ott belül mindenféle törések, fényészenlődések voltak, és azt történt, hogy ezek sugara belül találkoztak interferáltak, összefelődtek. És a lényeg, hogy nem azt a, nem azt a grafikont adja, hogy az energia és a hullámhoz eloszlása, amit kéne adjon, meg én exponenciális valami, hanem másra az okozik. És ezt csak úgy tudtam megmagyarázni, hogy azt mondta, hogy a fény egyenlés és a fény kibocsátás adagokban történik. Bizonyos energiaszintek esetében. Tehát olyan, hogyha vezetek egy autót, és nem mehetek csak 20-szal, 40-nel, 60-mal, nem mehetek 25-en, az tilos. Addig van egy tilos zóna, és ha a természet ezt nem tartja be, akkor nem történik meg az egyenlesség. És ilyen alapon beszélhetünk arról, hogy az elektronok a pályán van, tehát ugye, meg van szabad, hogy hol, milyen sebességgel, stb. A foton az egy fénykvantum, mondjuk még fény részecskének is, ha ezt tudjuk. És mondjuk tovább. Igen, itt mondtam azt, amit úgy nevezték, hogy fekete sugárzás. És érdekes, hogy Einstein nem értett teljesen ebben az elméletet egyet, még nem igazán foglalkozott vele, és mégis a Nobel-díjat ezért kapta. De most ezért megúsztanak a véleménynek, hogy miért, mert 15-ben dolgozta ki az elméletét teljesen, és 21-ben, ahogy mondtam, kapta Nobel-díjat. De 19-ben már igazolódott az igazság, mert volt egy nappal fogyatkozás. Tehát két évig lehetett volna, de mégis ezért adták, mert nagyon sok volt az alkalmazása a technikában. És tényleg valószínű, hogy ezzel kaphatta, miről van szó, hogy egy fénysugár, legyen az utakból igaz akár, és egy fény felületére érne, onnan ki tud jutni elektronokat. És ezek a kiütött elektronok bizonyos utat tesznek, amivel van mozgási energiájuk. De mi volt az érdekes? Hogy nem akármilyen fénybehatásra történik ez meg, csak bizonyos energiaszinten. Tehát számított az, hogy milyen energiát kap a fény felülete, hogy ki tudjon lépni. Tehát megint ez az adagos rész. Alkalmazása. Azért beszéltem erről, hogy elmondjam nekik azt, hogy lehet, hogy nem értjük, hogy nem tudunk az iskolába, de mégis mindig használjuk ennek az alkalmazásait. Miért? Mobiltelefon, internet, rádió, tévé, monitorok, bankkártyalogosó rendszerek. Igen.
erőművek, diagnosztikai központ, CT vagy csak külön CT. Mert arra gondolunk, olyan jelenségeket nem értünk, mert nem tudunk megmagyarázni, ott lent a kicsiben, amit ha itt nagyban történik, hát akkor aztán egy csoda világban élünk. Majd lesz egy videó, mert engem lehet, hogy túl fogom hallani, de igazán nem. És akkor néhány egyéb mondatok mindegyik ilyen jellemzőről a kvantumvilágból, kvantumugrások. Ugye itt azt mondom, hogy az elektron innen ide csak úgy ment, hogy bizonyos energiát vesz fel. Ha felvette, megtörténik az ugrás, illetve a lefelé ugrás, akkor meg fény bocsátik. Tehát ezt előveszed. Aztán a legés legérdekesebb dolog számomra személyes lehetnek, az anyag, illetve a fény kettős természete. Most gondoljanak arra, hogyha van két különböző dologunk, és a századokig azt mondták, hogy ez csak ez lehet, ugye Newton azt mondta, hogy a fény az csak hullócskák lának, míg jött másik fizikus, aki azt mondta, hogy hullám, és akkor most jött a modern fizika, és összecsomagolja a kettőt. És közben tudjuk, hogy ellentmondás. Tehát komplementált dolgokkal dolgozunk, nem egymásnak ellentmondó. Ez volt az egyik érdekessége. Na most itt van egy videó, nem tudom, megmutatom, akkor elmondom, mert az 5 perces videó. Nem tudom, beletérni. Arról volt szó, hogy elektrongyalából miért, de alapvetően elsőnek fénygyalával dolgoztunk. De így még érdekesebb, hogy elektrongyalával dolgozunk, mert az elektronon tudjuk, hogy anyag, szubstancia, attó, golyó, és akkor átmegy egy résen, majd két lehetősége van. Na most, ha az egyik résen megy át, akkor ezt a rajzot adja, ha másik résen megy át, ezt a lenyomatot adja. Ez egy ilyen fényes lenyomat lehet egy elmű. Tehát magyarán logikus, ha becsapódik valahol, ad egy lenyomatot. Az A vagy a B. Mi van akkor, hogyha mind a kettőn elbocsátom, akkor is, akkor, bocsánat, ha mind a két résen elbocsátom, akkor már más dolog történik. Ehhez állva történik. És ezt a fizikusok mostanában tudjuk, hogy ez az ábra a hullámokra jellemző ábra, úgynevezett interferencia kép. Hogy középen van egy nagyon világos becsapódás, egy éles-fényes zóna, sötét, fényes, kevésbé fényes, sötét, sötét, és így megy tovább. És akkor kiderült most akkor, hogy ha valami golyó, akkor hogy lehet hullám? És akkor arra jöttek rá, hogy amikor kilövöm, akkor elektron golyó, amikor terjed, akkor hullám, és amikor becsapódik, néz ki, megint golyó, megint elektron, megint szubstancia. És sőt, volt egy olyan érdekes kísérlet, hogy akkor változik át a fény hullámként halad, de részesként indul és érkezik. Itt lenne majd egy videó, ha lesz idő, de ezt nem ígérem feltétlenül. Önök igények. Jó. Itt egy érdekes dolog. A szkifi irodalomnál megépítette a klasszikus fizika, a kvantumfizikának az elmélete. George Lemon, aki fizikus és astrofizikus volt, írt több szkifi regényt, és a következőt olvastam fel. A tárgya kettős természetben a makrovilágban is tapasztalható lenne itt a világunknak. Története szerint vadászexpedíció indul abban a képzelbeli kvantum esetében, ahol a Planck állandó, erről beszéltem, ez a kicsi hát, majd fogok beszélni róla, 40 nagyságrenddel nagyobb, mint a valóságban. A vadászok a tigris csapat támadja meg. Rengeteg tigris ugrál körülöttük, akadályokon áthatóan mindenet, ami útjukba kerül. Fákon, bokrokon, terepjáró autón, sőt a vadászok testén is. Kiderül azonban, hogy csak egyetlen tigris van, de az soknak látszik, mivel éppen a hullám természete van fölülben. Mivel ilyen tigrist célzott lövéssel elteríteni lehetetlen, ezért a vadászok vattában lövöltöznek össze-vissza, amíg ennek golyó végül is célba talál. Ekkor hirtelen eltűnik a számtalan fantom tigrist, és a helyette ott hevel egyetlen igazi tigrist, amelynek most a golyóval való kölcsön hatás miatt a részeske természete válik meghatározóan. Milyen fantasztikus. És mégsem. Jó, nagyon fantasztikus van a nagy világban. Tehát a mi világban ilyen dolgok történnek, akkor minden nap csodálkozni élnék meg. És mégis ezek a dolgok megtörténnek. Ha csak azt mondom, tranzisztor, azt mondom, hogy integrált állam, akkor arról beszélek, hogy olyan dolgok történnek a mikrovilágban, amit nem szerelne szabad. Nem tud átmenni egy ember a falon, de a részecsik átmenhet egy olyan falon, amit nem lehet szabad átmenni. Úgynevezett potenciál gátlan. Ezt nem hiszem, hogy alapot effektusnak. Átmenni alatta, megkerül az akadályt, és minden nap ezt tapasztaljuk, most is ott a mobiltelefonon. És azt mondom, nem foglalkozunk ebben. Köszönöm. Valószínűségek jöttek be ebbe a fizikába, a fizika a világnézetében, és azt mondom, hogy nagyobb bomlások, hogy valóban a statisztikus dolgok történnek, mert nem tudjuk megmondani, hogy egy darab atomban mi történik és mikor bomlik, de tudunk átlagolni, hogy mikor történik a fele tömegnek az elvonulása, ugye van tele táblázatok, felezési idő, de nem tudjuk megmondani, hogy egyel pontosan mi történik. És akár ez átgyűrzik már nem csak a fizikára, hanem a szociológiára, a statisztikára, mutatja a gyerek születést. Jó, ez majd neki szól a videó, de jó.
Egy másik érdekessége volt ennek a fizikának, hogy átértelmezte az anyagi részecskének a helyét. Nem azt mondjuk már, hogy az elektron egy pályán van, idézőjel a pálya, hanem azt mondjuk, hogy egy adott térrészben kerül egy bizonyos valószínűségnek. Most a valószínűségét ugyanelik nekünk egy, mint egy matematikai függvény, most ennek a négyzete integrálva adja meg a jó, a részecskének a megtalálása lehetőségét. A lényeg az, hogy különböző formákat látunk, ami addig el sem gondoltak volna, hogy ilyen pályák lehetnek. Ezek valószínűségi függvények a mag körül. És itt az, amit mondtam, nagyon érdekes, hogy nem lehet egyszerre pontosan megmérni egy részes helyét és sebességét is, mert minél pontosabb a mérjük az egyik paraméter, annál pontosabban tudjuk csak megmérni a másikat. Ilyen értelemben determinált a bizonytalanság. Mi a biztos a bizonytalanság az atomi szinten? Ez a bizonytalanság egy úgynevezett titulzatos állandó, a H per kép jön. Hát látom, egy olyan állandó, ami nagyon sokszor előfordul ebben a világban. És én olvastam már ki, ahol már szinte egy filozófiai jelentést adnak neki. Nem tudom, hogy ez helyes, vagy nem. Van, akinek van doktorátus ezzel, és mégis ilyeneket ír. Érdekes. Nem tudom. Schrödinger maskáját is, hogy én ezt akarja mutatni, hogy van egy radioaktív izotópom, és belőlük egy a részecskét, ami vagy elbomlik, vagy nem. Na most ugye nem tudjuk, hogy elbomlik-e, vagy nem. Ha elbomlik, él a, ha nem bomlik el, él a macska, elmondik, meghal. Magyarán egy kvantumfizikai jelenség dönthet életről halálról, vagy dönthet arról, hogy effektív megtörténik-e vagy sem. Pedig csak 50%-unk van, és mégis milyen két különböző hatást tud eredményezni. És a másik legyen dolog, hogy az volt írott elektron gamma sugárzás. Van nekem egy elektronom, és azt csinálta a neutron Heisenberg, hogy ráirányított, esetleg nem jól mondom, kívottam kérlek, egy sugarat, és az történt, hogy meg akartam mérni, hogy mi történik ebben az elektronban. És az történt, hogy amikor rábocsátott egy fénysugarat, akkor az elektron helye, pozíciója, állapota megváltozott. Tehát akkor már ő nem azt a mérést, ő már nem a valóságot mérte, hanem a mérés általi valóságot. A méréssel beavatkozott az elektron valóságába. Mint tudom érthető. Tehát gyakorlatilag most már a megfigyelés része lett a valóságnak. És ilyen értelemben miről beszélünk? Tehát itt bejött a bizonytalanság a mérésre. Az előbb említett alagút effektus, csak annyit mondok el, hogy megyünk tovább. Jó, nem az az, hogy szerettem volna ez majd, ezt nem mondom. Még csak annyit akarok, amit jól itt emel, hogy a részecskék olyan sűrűn vannak a atomban, hogy gyakorlatilag óriási középsebességek vannak, már nagyon kicsi helyen kell mozogjanak. És egy eset szerint olyan nagy energiájuk van, hogy nagyobb, mint a magukban lévő energia, és ugye ezt elmondjuk, a magukban lévő proton-neutron kötést, ilyen óriási energiát tudok létrehozni, ami az alkalmazását ismerik ők is, hogy minden ilyen. Antirészecskék, ugye ezek olyan részecskék, amelyek mindenben különböznek a mindenben megérkeznek a részecskékkel, egy különbség, hogy a töltési, a spinjuk az más, és hogyha találkoznak igazi anyagból, akkor robbanás történik, és közben sugárzás keletkezik. Volt állítólag ilyen 1908-ban a Tungus, nem tudom, hogy így volt, nem hallottam, hogy ezt találkozta, illetve ennek a kísérleti berendezése is az ismert svájci francia határon van a CERN, ahol már előállítottak antianyagot, antihidrogén. Ez elég érdekes kutatások. Itt csak annyit mondok, hogy a vákum nem puszta üresség, hanem folytonosan ültető mozgó közeg. Tudjuk, hogy a vákumot a természet nem bírja, mindig igyekszik kitölteni, és kiderült, hogy az anyag nem szubsztancia, hanem energia, sugárzás. Az anyag történik. Ezt egy doktortól idézett, egy magam kis doktortól. És még egy érdekes dolog, hogy az atomok annyira üresek, ott van az atom 99,95% koncentrálódik, és itt a külső elektron kép, akkor a vákum, hogy azt mondjuk, hogy ez megnyúlva, 10-15-en szer nagyobb, mint az a igen, térfogatilag. Én ezt tudomostam még, hogyha fognék egy tű hegyet, és a tűnek a hegyével odaállunk a foci pálya közepére, akkor az a tűhegy az atomnak, és a pálya körülete, a megfétázott volna lenne a külső elektronok. És így azt mondjuk, minden, hogy valóságos, és érezzük. Érdekes dolgok ezek. Közben üresség van belőle szinte.
Jó, ezt már mondtam, hogy az objektív és a szubjektív kölcsönhatása semmiféle kísérleti nem tűzítőhető ki. Mondtam az elektromos sugárzását. Sokszor én a mérésnél nem a valóságot. Tehát beavatkozok a kísérletbe, és ezért sok tudós felvetette azt, hogy mi a valóság. Valóság az, amit... És itt beértek olyan dolgok, hogy makrofizikai hatások a kvantum jelensége során. Különböző hatásról hallottunk, van ilyen a 11. tankönyvben. Én most adottam először, utána kell még nézek, utána kellett is nézek. A lényeg, hogyha a pillanatból kettő helyett három csak, valahol az Amazonas szintékén, akkor lehet, hogy Floridában egy hónap múlva ciklonrendszer áradás lesz. És általában ennek van tudományos alapja, mert 10 napon számítógépes modell segítségével akartak meteorológiai előrejelzést csinálni. És úgy tudom, hogy a tizedes veszély után az ötödik tizedes felkerítették és nem meg, és ezért kihozott egy olyan prognózist, ami merőben lehetetlen, hogy meg szokatlan. Most erről még beszélhetünk meg közösen. Persze ezeket tudom, hogy nekik tudjuk hozzá is mutassák, illetve beszéljük azt, amit lehet, hogy nem értünk, vagy nem is lehet megérteni. És még egy utolsó dolog, hogy ez a fizika, ami elérte érdekes, összekapcsolódhat-e a pszichológiával, a tudatfizikával mondjuk. Itt már néztük a kollégámat, mert ezt is találkoztunk is. Állítólag volt ilyen kísérlet, doktor, japán egyetem, stb. Hogy a víz, vagy valamilyen folyékony az anyagfele, bizonyos hullámhosszú tehát hangokat, kihívást stimulálták ezeket a kristálszerkezeteket, és ha pozitív töltetű szó, vagy nem tudom információ, akkor egy szép kristálszerkezetet, ha van egy csúnya, akkor egy amor, valami rendezetlen, nem tudom, nem értem, mi érdekességbe tettük fel. Utána néztem videó, és van róla, érdekes, ennyi, maradjunk benne. Utolsó soron, az anyag tehát nem szubstancia, hanem energia, történik, az időtér egymástól függ, nem a szóta, ez az új posztmodern világhívjuk a fizikában. Az anyaggal kapcsolatban feltételezett és az időtérés. Tehát nincs időm tér nélkül, és a tér és az idő az összetartozik. Az anyag nem elpusztíthatatlan, nem önmagából áll elő, ezt mondtuk az elején. A lét nem objektív valóság. Az anyag az energia egyik megjelenési formája, nem tudjuk az energia. Építőkövei nem anyagi természetűek. Az anyag történik, mondjuk a természeti törvények nem abszolút valószínűségű megállapítása. És az idézet Einsteintől, hogy a kvantumjának a nagyon létozás elmélete, egy belső, ami mégis azt mondja nekem, hogy ez nem az igazi járó. Az igaz, hogy sokat nyomja alig, hogy közelebb az öreg diktához. Bármi legyen is meg vagyunk győződve, hogy ő nem szórakozik kockavetéssel, mint egy szerencsejáték. És akit nagyon szeretek, mert matematikus és fizikus is a jelenlegi fizikai gondolkodás, mert kategórikus hasonlókat mutat a teológiai gondolkodással. Ennyi, tudom, hogy ez provokatív lesz nekik, volt már egy ilyen tapasztalatom, amikor fantáziájuk beindult és hozták a bemutatókat, és beszélgettünk. Én azt mondom, hogy ha csak gondolom szántásként kicsit hosszabb voltam is, köszönöm a figyelmet. Lenne most egy videó, mire magatok hiszem. Van egy képenc, és vagy egy képenc is. Már esetleg választanak a semmiak, és köszönöm. Jó. Ez egyik rendetes. Szerintem ugyanúgy, ahogy megcsináltuk most arra a havai teljes anyagot, a következő évi DVD-n ez a videó is rajta lesz. Úgyhogy a videó meg fogja nézni. Köszönjük szépen! És akkor,